Sikeres az új segélyhívó, mobiltelefonról letöltheti bárki. Nyert a PVSK, a Szegedet győzték le a pécsi kosaras fiúk. Folytatódott a Törp foci program, ezúttal a Városközpont, a Református és a PTE óvodásai mérték összetudásukat. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják március 10-én, csütörtökön. Tartsanak velünk! Másfél éve indult Pécsett a Kezedben a biztonságod elnevezésű mobil alkalmazás. A segélyhívó rendszer lényege, hogyha bajba kerül valaki, akkor is segítséget tud hívni és kapni, ha nincs ideje telefonálni. A mobil applikációs rendszer eddigi tapasztalatairól, lehetőségeiről és a közbiztonságról tartottak konferenciát csütörtökön Pécsett. Pécsi fejlesztők dolgozták ki a segélyhívó mobil applikációs rendszert, amelynek eddigi tapasztalatait mutatták be. Páva Zsolt polgármester azt mondja, cél a polgárok biztonságérzetének erősítése, hiszen nem olyan régen, pár évvel ezelőtt az emberek biztonságérzete a városban történt bűnesetek miatt csökkent. Pécsett egy sajátos helyzettel szembesülünk, azzal nevezetesen, hogy a szubjektív biztonságérzet az elmúlt évek során, az elmúlt évek alatt értem mondjuk a 2013-as, 12-es, 11-es éveket, nem az utolsó 2-3-at, volt egy ilyenfajta lefelé menő tendencia. Ezt mi érzékeltük, én is érzékeltem sajnos, és ilyen értelemben úgy gondoltuk, hogy érdemes olyan irányokba elmozdulni, ami a biztonságérzetet és magát az objektív biztonságot is segíti, javítja. Ezért a közterület felügyelet a rendvédelmi testülettel intenzívebben együttműködik. Ez bizonyítja a felépített térfigyelő kamerák számának megnövekedése. Ez pedig a pécsi fejlesztők által létrehozott mobil applikációs segélyhívó rendszer egészíti ki. Minden új megoldás segítheti az itt élő polgárok életét, mondja Korontos Zoltán pécsi rendőrkapitány. Ez a típusú rendszer a mai internet és telefonhasználatnak a közössége tekintetében egy egyszerű letöltéssel olyan plusz lehetőséget ad, ami valóban nem csak egy hamis biztonságérzetet, hanem egy nagyon komoly szolgáltatást tesz a rendszer mögé, és Pécs városa maximálisan támogatja ennek a kérdésnek a fenntartását. Korontos Zoltán pécsi rendőrkapitány hozzátette, fontos a civil közösségek által önként vállalt közbiztonsági feladat ellátása a rendvédelmi szervekkel való együttműködés keretében. Ez a mostani alkalmazás is segíti a kapcsolatok erősödését, az ilyen jellegű szakmai találkozókat. Baleset miatt állt a forgalom Pécsett a Konzumáruháznál. A szemtanúk tájékoztatása szerint három autó ütközött össze a Rákóczi út egyik legforgalmasabb részén, az Árkádnál lévő kereszteződésben. A rendőrök leállították a forgalmat, miután hárman könnyebben is megsérültek abban a karambolban, mely során három gépkocsi ütközött egymásnak. A baleset miatt nem közlekedtek sem az autók, sem az autóbuszok. Négy rendőrautó biztosította a rendet. A helyszínre érkezett két mentőautó közül az egyik korábban távozott, vélhetően egy sérült el. Pécs megyei jogú város első világháborús emlékbizottsága és a Szopiáné Kulturális Egyesület vetélkedőt hirdet első világháborús emlékverseny elnevezéssel. A pécsi és Baranya megyei 7.-12. osztályos általános iskolás tanulók, illetve a középiskolások számára. A verseny elsődleges célja, hogy a pécsi és Baranya megyei fiatalok jobban megismerjék az első világháború eseményeit, különösen azok pécsi és Baranya megyei vonatkozásait. A versenyre két kategóriában lehet nevezni. Az egyes kategória az a 7., 8., 9. osztály, a második kategória pedig a 10-11, 12. osztály. A megmérettetés 4+1 fordulóból áll. Az első négy forduló során a csapatoknak egy-egy 30 kérdésből álló tesztsort kell kitölteniük, amit a verseny honlapján a verseny.szopiane.com-on tekinthetnek meg. A fordulókat minden hét elején, hétfőn 9 órakor teszik közzé. A feladatlapok kitöltésére következő hét vasárnap 20 óráig van lehetőség. Nevezésre a verseny.szopiane.com honlapon a regisztráció menüpontban van lehetőség március 7-től április 3-áig.
Ideges nagytéttel bíró mérkőzésen nyertek a PVSK férfi kosarasai szerdán, a Vasút bírta jobban a terhet, így a Szeged maradt a 11. helyen. A vendégek sokat hibáztak támadásban, a center védekezésük pedig nagyon gyenge volt. A pécsiek magas embere Horti Bálint ezt remekül kihasználta, de Popadics is remek napot fogott ki szerdán. A 10. a 11-et, vagyis a Pécs a Szegedet fogadta a férfi kosárlabda bajnokság szerdai játéknapján. Nagyon kellett a győzelem a hazaiaknak, de így voltak ezzel a vendégek is. Ennek megfelelően idegesen kezdtek a csapatok. Aztán a Vasút találta meg hamarabb a ritmusát. Támadásban és védekezésben is jobb volt a PVSK. Horti Bálint parádézott, 23 pontot szerzett és 11 lepattanót. Biztosan tartotta a kezében a meccset végig a Pécs. A Szeged csak átmenetileg tudott közelebb jönni. A végeredmény PVSK Pannonpover STS Szedeák 83-74. Nem jól kezdtünk, nem volt jó ritmusban, főleg védekezésben. Volt probléma, sok probléma egész mérkőzés támadóban. Sok eladott labda, szerintem 15 eladott labda. Nagyon nehéz ilyen játszani. Fontos mérkőzés volt mindkettő csapat, szerintem ez a normál, hogy csináltuk ennyi hiba mindkettő csapat. Egy ideges, hektikus mérkőzést nyertek meg, mondta a Pécs vezetőedzője. Nagy volt a tét, ez eléggé rányomta a bélyegét a játékra. Én szerintem nagyon jó védekeztünk, próbáltuk lassítani a Szegedet. Ez néha sikerült, néha nem. Gratulálok a fiúknak, megyünk tovább, de nagyon kemény mérkőzések várnak ránk. Szerintem úgy érzem, hogy igazi hősök voltak mai játékosok. Szombaton a Körmendhez látogat a Pécs, majd hazai pályán fogadja a Kecskemétet jövő szerdán. A Peac Pécs a hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozik a klubot működtető gazdasági társaság éléről, Mészáros Zalán. A klub új ügyvezetője Kond Árpád lett. Kond Árpád 44 éves pécsi születésű, felsőfokú végzettségű, korábban az ország egyik legnagyobb munkáltatójánál értékesítés-irányítási területen dolgozó szakember. Hosszú időre visszanyúló kapcsolatban áll a pécsi kosárlabdázással, többek között éveken keresztül menedzselte és szerkesztette a Mizó Pécs sajtókiadványait és internetes honlapját. A Peac Pécs NB1-es női kosárlabda csapatát működtető Kosárlabda Akadémia Sport Kft. Hétfői taggyűlésén született a megállapodás, hogy március 7-ei hatállyal közös megegyezéssel szerződést bontanak Mészáros Zalánnal. A tulajdonosok ugyanezzel a nappal határozatlan időre nevezték ki Kond Árpádot ügyvezetőnek. Vendégem a stúdióban Kond Árpád, a Kosárlabda Akadémia Sport Kft. Új ügyvezetője. Üdvözlöm itt nálunk a stúdióban. Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a tévénézőit. Először is gratulálunk a kinevezéshez, és ahogy a nézők is hallhatták, nem új keletű ez a szerelem a kosárlabdával. Mi volt pontosan az az időpont, amikor ön elkezdett még annak idején a Mizó csapatával foglalkozni? Köszönöm szépen a gratulációt. Elég nehéz az első időpontot meghatározni, de azt gondolom, hogy az a 1992-es első vidéki bajnoki cím lehet az első állomás, amikor a PVSK Korder a Diósgyőr 3-1-es legyőzésével megnyerte a bajnokságot. Ehhez tudom kötni a szerelmet, úgyhogy nem új keletű valóban a kosárlabdához kapcsolódó életem. Internetes honlapot is szerkesztett, illetve kiadványokat szerkesztett. Mikor ért ez vége, illetve mikor került újlag kapcsolatba a kosárlabdával? Igen, gyakorlatilag 2004-től 2011-ig dolgoztam az internetes honlap szerkesztésén, és 12-ben, amikor a Peac Pécs csapata alakult, akkor felkértek arra, hogy annak a csapatnak a honlapját is készítsem. Egészen a tavalyi idény végéig dolgoztam e tekintetben a csapatnál. Most érkezett a felkérés, mit jelent önnek ez az ügyvezetői poszt? Mi lesz most a legfontosabb feladata? Most még ugye az alapszakaszból van még két meccs. Nagyon komoly kihívást jelent számomra, hogy egy olyan közeget, egy olyan értéket tudjunk visszaépíteni a pécsi női kosárlabda kapcsán, ami a korábbi női kosárlabda csapatot jellemezte Pécset. A legfontosabb feladatok most az átadás átvétel, illetve a csapat szempontjából a hátralévő két forduló, a Szekszárd elleni hazai mérkőzés, illetve a Diósgyőr elleni idegenbeli mérkőzés, ami meghatározza azt, hogy az alapszakasz végén hányadik helyen fogunk zárni, és a rájátszásban milyen ágon fogjuk magunkat képviselni.
A csapattal, amióta ön az új vezető találkozott-e már? Igen, mindjárt az első napomon délután találkoztam. Először a csapatkapitánnyal természetesen, a két edzővel, és utána az edzés előtt egy negyed órában a csapattal találkoztam, és elmondtam nekik az elképzeléseimet, bemutatkoztam, és elmondtam azokat az elvárásokat, amiket szeretném, hogyha meg tudnánk valósítani a közös munka során. Ugye most csodára nem lehet számítani ebben az időszakban, de mik lehetnek a célok a későbbiekben? Így van, ez az időszak ez már elég jelentősen lepergett, tehát tulajdonképpen elég meghatározó lehet, hogy milyen úton fogjuk folytatni a szereplésünket. Én azt szeretném, hogyha a következő időszakban egy olyan erős pécsi női kosárlabda csapatot tudnánk összehozni, ami mindazokat az értékeket tudja képviselni, amit a korábbi pécsi női kosárlabda tudott képviselni. Én ebben nagyon számítok a pécsi játékosokra, a pécsi kötődésre, a pécsi szívre, és egyfajta összefogásra, együttműködésre, ami nagyon fontos, hogy sikerüljön a célokat elérni. Ügyvezetőként mennyire folyik bele a kosárlabda életbe, mennyire figyeli, mennyire kell figyelni a többi csapat munkáját? Egyelőre még a miénket igyekszem úgy elsajátítani, hogy minden mozzanatát átlássam, de természetesen, mint a most hétvégén megrendezésre kerülő junior döntőn is a többiekkel fogok tudni találkozni, be fogok tudni nekik mutatkozni, hiszen én eddig egészen más területen dolgoztam, úgyhogy így csak részben ismerjük egymást. A szurkolóktól mit lehet kérni most még erre a két alapszakasz fordulóra, illetve a későbbiekben? Szeretném, hogyha a lehetőségekhez képest minél nagyobb számban ki tudnának látogatni a mérkőzéseinkre, és buzdítanák a csapatot. Ők mindig a hatodik ember szerepét töltötték be, és egy nagyon fontos bázisa, bástyája volt a csapatnak az, hogy számítani tudott a szurkolókra. Az elmúlt időszakban adósságokat halmoztunk fel velük szemben, hiszen a szereplésünk kapcsán voltak olyan súlyos vereségek, olyan nem várt mérkőzés alakulások, amik befolyásolták azt, hogy milyen kapcsolatot tudnak kialakítani a szurkolók a mi csapatunkkal. Én azt szeretném elsősorban saját magunktól, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő, ilyen súlyos vereségek ki lehet kapni, de nagyon nem mindegy, hogy milyen módon és hogyan. És szerintem, hogyha a pécsi szív a helyére kerül, hogyha megfelelően dolgoznak a lányok edzéseken, és betartják azokat a feladatokat, elvárásokat, taktikai elemeket, amiket kell, akkor már az idei szezon végére is vissza tudunk valamit hozni abból, amit vártak, amit szerettek. Korábban ugye az internetes oldalt is szerkesztette, illetve a kiadványokat is szerkesztette. Most lesznek-e kiadványok, változik-e bármi a honlapon? Nyilván a honlapon apró változásokat szeretnék majd tenni, de elsősorban ahhoz, hogy kiadványokkal is meg tudjunk jelenni, ahhoz az kell, hogy egy olyan tömegbázisa legyen a pécsi női kosárlabdának, ami nyilván nem fog egyik napról a másikra menni, de a szurkolók kiszolgálásában nagyon fontos, hogy előrébb tudjunk lépni, és azt is tudom, hogy elsősorban ezt a pályán tudják a játékosok bebizonyítani és megmutatni. Most az alapszakasz végén gondolom a cél az, hogy a legjobb négyben legyen a gárda. Szeretném igen, hogyha a csapat a legjobb négy között tudna végezni. Ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen a két hátra lévő mérkőzésünk mindegyike nagyon nagy kihívást rejt magába. Szekszárd egy motivált erős csapat Zsejkogyokics vezetésével biztos, hogy győzni jön Pécsre, illetve Diós Győrt nem kell bemutatni, a friss kupa győztes, a Sopront legyőzve, illetve az Európa Kupában nagyszerűen menetelő gárdáról van szó, aki nagyon széles rotációval rendelkezik, és ráadásul idegenben kell, tehát nekünk Diós Győrben kéne megszereznünk azt a győzelmet, ami egy jó alapszakasz zárást jelentene számunkra, és így megkönnyíteni talán egy picit a folytatást a lányok számára. Én köszönöm szépen Kondárpádnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk a munkához. Nagyon szépen köszönöm. Továbbra is népszerű a legkisebbek mozgásra, sportra szoktatását elősegítő Törp foci program, melyet a Pécsi Sport Nonprofit ZRT és az MLS Baranya megyei igazgatósága közösen szervez. Csütörtökön a városközponti óvodások mérték össze tudásukat a Lauber Dezső sportcsarnokban.
A városközponti óvodákból, valamint a református és a PTE óvodából érkeztek a gyerekek és a pedagógusok a városi sportcsarnokba a sportnapra. Az ovisok játékos feladatokon keresztül adhattak számot tudásukról, amit a Törp foci programban szereztek. Mi már nagyon régóta részt veszünk, szerintem vagy 5 vagy 6 évvel ezelőtt is. Gáborra rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, és mindig értesít bennünket az aktuális ilyen eseményekről, és nagyon szívesen jövünk ide tornázni, és vagy vele foci edzésre. Mindenre vevők vagyunk nagyon. A gyakorlatokat a PMFC egykori és jelenlegi játékosai edzői állították össze, és ők is vezették a sportnapot. Az edzők már ennyi idős korban is figyelik a tehetségeket. Nyilván később még fejlődni fognak, de azért már most is lehet látni némi koordinációs készséget, hogy milyen, hogy futnak, hogyan próbál a labdához érni. Azért bizonyos dolgokat már most észre lehet venni, és figyeljük is azokat, akik ebbe előrébb tartanak. A csütörtöki már a harmadik Törp foci torna volt ebben az évben. Pécs város sportjának fontos az utánpótlás képzés. A Törp foci program 3 éve indult el, melynek keretében évente közel 800 kisgyermeket szólítanak meg. Nem célunk a válogatás, egyszerűen a gyerekeket a mozgást akarjuk velük megszerettetni, illetve a játékot. Én azt gondolom, hogy ebben az életkorban ez a legfontosabb feladatunk. Eleinte csak a pécsi önkormányzati óvodák voltak részesei a programnak, idén azonban már a nemzetiségi és egyházi fenntartású intézmények is bekapcsolódtak. A Törp foci programban a következő lépése a pécsi járás óvodáinak bevonása lesz. A távlati cél, hogy minden baranyai intézmény részt vegyen benne. Nehezebb medvehagymát szedni hétvégétől a Mecsekben, mert beindul a medvehagyma kommandó, írja a Pécs Ma. A Mecsekerdő ZRT kezelésében lévő területeken az erdőtörvény szerinti szabályozás érvényes, melynek értelmében állami erdőben, nem védett területen mindenki csak saját szükségleteinek megfelelő mennyiségű gombát, gyógynövényt, medvehagymalevelet gyűjthet külön engedély nélkül. Ennek mértéke nem haladhatja meg a 2 kg per főt naponta. A Pécshez tartozó mecseki parkerdőben, mivel természetvédelmi oltalom alá esik, szedési engedélyt kiadni nem lehet, a növények gyűjtése tilos. A városi erdőterületeket üzemeltető Biokom erdőgondnokai folyamatos ellenőrzéseket tartanak a természetvédelmi oltalom alatt lévő részeken. Nincs mentség arra, ha valaki a védett területeken nagy mennyiségben szedi a medvehagymát, mert az erdőgondnokok bárhol felbukkanhatnak, és értesítve a hatóságot, eljárást kezdeményeznek a természetkárosítók ellen. A napokban törvénymódosító javaslatot nyújtott be a földművelésügyi miniszter, mely szerint az állam kivonulna a kutyatenyésztés felügyeletéből, kivéve annál a 9 fajtánál, melyek eredendően magyar származásúak, írja a Pécs Ma. A kutyatenyésztők kétféle véleményt hangoztatnak. Van, aki örvendetesnek tartja a hírt, azonban van, aki szerint ezzel csak azok járnak jól, akik fajtatisztaként adják el a keverékeket. A törvénymódosító javaslatot bürokratikus okokra hivatkozva nyújtották be, mondván a most tenyésztett 155 fajta indokolatlanul sok és felesleges terhet ró az államra. Híradónk végén főbb témáink még egyszer, röviden. Sikeres az új segélyhívó, mobiltelefonról letöltheti bárki. Nyert a PVSK, a Szegedet győzték le a pécsi kosaras fiúk. Folytatódott a Törp foci program, ezúttal a Városközpont, a Református és a PTE óvodásai mérték összetudásukat. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!